Star Wars ködetek széles választéka a szukics.hu webáruházban. 7% extra kedvezmény a Rixon kuponkóddal. Link a leírásban. Megérkezett a Mandalorian harmadik évadának hatodik része, ami előre láthatólag már most látom, ahogyan egy-két hozzászólást olvasgattam, elég megosztó lesz a rajongók körében, ahogyan az egész évad is ez idáig eléggé az volt. Amit nem teljesen értek egyébként, van egy pár elég jogos kritika, amit felvetnek ezzel a szezonnal kapcsolatban, amire majd inkább a videó végén fogok kitérni, de összességében szerintem azért egyáltalán nem rossz az irány, amiben halad a történet, még hogyha kivitelezés szempontjából vannak is néhol hiányosságok. Viszont most már, hogy halad előre az évad, egyre jobban látszik, hogy ez inkább egy ilyen átkötő szezon lesz, és majd ezután jönnek az igazán fontos események. Most viszont meg kell alapozni olyan dolgokat, amik inkább majd a későbbiekben lesznek fontosak, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy amit most látunk, az ne lenne érdekes. Persze ez teljesen szubjektív, megértem, hogyha valakinek ez most egy kicsit kevésbé tetszik, mint például az első két évad, de szerintem egyáltalán nem rossz ez, és a maradék két rész még így is nagyon érdekes dolgokat tartogathat, de, de nézzük, hogy mi történt pontosan ezen a héten. A rész egy Cold indít, ami bevezeti Axe és a többi Bókatántól elszakadt Mandalori tevékenységét. Nagyon tetszett a Quarenek technikai megvalósítása, különösen ez a vizes tartály, amiben a kapitány lebegett, de ez a Romeo és Julia is mókás volt szerintem. Eztán Bókatán és Din megérkeznek a Plázi 15 nevű bolygóra, hogy találkozzanak az itt felbérelt mandókkal, ám nem tudnak azonnal a landolóhelyükre tartani, mert a bolygó uralkodó párja találkozni óhajt velük egy droid probléma megoldása érdekében. Marha nagy meglepetés volt Jack black et látni, de én speciál nagyon bírom a csávót, szóval kifejezetten örültem neki, és egy ilyen fun kis részbe totál belefért a felbukkanása. A feleségét egyébként egy Lizó művész néven futó énekesnő alakította, nekem speciál nem mondott sokat, de sokan felismerték. Már most látom előre, hogy mennyien fogják fillernek nevezni ezt az epizódot, és ha bár maga a küldetés nem is feltétlenül volt az egész narratíva szempontjából annyira nagyon fontos, az eredménye már annál inkább. A grófnőtől és bombardiértől ugyanis megtudhatjuk, hogy hajlandóak lennének a rend megteremtéséért cserébe egy petíciót intézni az új köztársasághoz, hogy ismerjék el a Mandalort, mint szuverén világot. Ez elsőre lehet, hogy nem tűnik annyira fontosnak, ha viszont a mi világunk nemzetközi kapcsolatait vesszük alapul, akkor igenis egy eléggé fontos lépésről van szó. Akkor nevezhetünk egy államot ténylegesen szuverénnek, hogyha rendelkezik a szuverenitás belső és külső dimenziójával egyaránt. A belső szuverenitás azt jelenti, hogy az államnak van egy területe és lakossága, amely fölött képes a főhatalmat gyakorolni. A mandalor kapcsán ez még egyenlőre hiányzik, de majd később, miután egyesítették a népet és letelepednek újra a bolygón, illetve megteremtik egy új civilizációnak, egy új társadalomnak az alapjait, akkor ez a része igazából kipipálható lesz. Ehhez persze meg kell szabadulni minden esetleges birodalmi maradványtól, ami esetleg még ott lehet a rendszerben, mint ahogy korábban láthattuk a harmadik epizódban. Szükség van ugyanakkor a szuverenitás külső vetületére is, ami azt jelenti, hogy a többi ország, vagy ez esetben a többi bolygó elismeri a mandalor szuverenitását valamilyen szerződés vagy deklaráció formájában. Hogy felhozzak egy konkrét példát, ott van Tajvan. Tajvan rendelkezik saját területtel, lakossággal, és a tajvani állam főhatalmat gyakorol ezek felett. Ugyanakkor a nemzetközi közösség legnagyobb része az egy-kína elv miatt nem ismeri el Tajvant, mint államot. Ezáltal Tajvánnak csak belső szuverenitása van, a külső szuverenitása hiányzik, ezért nem tekinthető államnak. Ha a grófnő és Bombardier betartják ígéretüket, akkor segíthetnek megszerezni a mandaló szuverenitásának külső vetületét, ami fontos. Persze az jelen esetben még fontosabb, hogy a belső dimenziót meg tudják szerezni és tartani, de jó eséllyel erre is sor kerül majd az évad hátralevő részében. Ezen fölül a nyomozás remekül rávilágított Din és Bókatán dinamikájára, hogy melyikük milyen helyzetekben jó igazán. Bókatán inkább a hadvezér alkat, nem igazán eleme a smalltalk, talk, Din viszont utazásai során számos különböző néppel működött együtt, így azt is tudta az ugnautokhoz például hogyan kell szólni, vagy együttműködőek legyenek. Sokkal inkább a olyan diplomata alkat, jobb a politikai érzéke, mint Bókatánnak. Már amennyiben nem droidokról van szó, szóval azokat inkább rugdossa. Tetszett maga a Droidos száll is, főleg azok a kérdések, amik a kocsmában vetődtek fel. Nagyon érdekes volt szerintem a csapos hozzáállása, és eléggé együtt is éreztem velük, még azzal is, akiben Dim belerúgott. Volt egyfajta fájdalom a B1-es hangjában, amikor utána szólt, hogy békén kellett volna hagynia. Arra a megoldásra, ami szerint a Christopher Lloyd által alakított biztonsági megbízott át az ügy hátterében, én nem igazán számítottam, de az összeköttetése a szeparatistákkal szerintem egy remek húzás volt, ami sokkal több hátteret adott az egész szituációnak. Végül, de nem utolsó sorban beszéljünk a záró jelenetről, amiben visszakerült Bóhoz a sötét kard. Korábban készítettem egy videót arról, hogy miért gondolom azt, hogy nem formálhatsz jogot a kardra a második epizód eseményei után, és ezt igazából tartom is. Ebben a helyzetben nem volt más választásod innek, mint hogy valahogy bónak adja a kardot, azt viszont a múltbeli események miatt nem tehette meg csak úgy. Kelet egy sztori, ami alapján a többiek elfogadják azt, hogy a kard bó tulajdona legyen, és amit mondott, az bizonyos szempontból igaz én viszont ezt egy hatalmas csúsztatásnak érzem. A mandalor melyen a lény nem egy kihívásos alapú párbajban győzte őt le, hanem csak csapdába ejtette. Ezt így ki lehetne arra is sarkítani, amit rossz példaként hoztam fel az említett videóban. Ha valaki leüti hátulral és ellopja tőle a kardot, akkor utána az is jogot formálhat a mandalor feletti uralomra. Én ezt eléggé hülyességnek tartom. Ezt az egész helyzet szülte így. A kovács azért küldte őket ide, hogy hozzák magukkal a mandókat, hogy egyesüljenek a népek. Ők viszont csak akkor követték volna bókát, ha nála van akard, ezáltal fabrikálni kellett egy ilyen mondva csinált indokot, hogy miért őt illeti. Én ezt legalábbis így látom, és az Obiván féle egy bizonyos szemszögből nézve dolog igazából ráillik. Végül, de nem utolsó sorban egy negatívum, ami inkább az írás egy kis inkonzisztenciája szerintem. A grófnő azt állította, hogy birodalmi droidokat programoztak át, a gondot okozó szerkezetek között pedig sok minden volt, de birodalmi az pont nem, szóval ezt nem teljesen értettem. Összességében véve tehát szerintem egy tök jó kis szórakoztató epizód volt, ami viszont a karakterekbe is egy kicsit több betekintést engedett, legyen szó akár Dínről, akár Bókatáról, és a kettőjük dinamikája is tök jól le lett festve, hogy ők milyen módon tudnak együttműködni, és kezdik egymás előnyeit, hátrányait, hiányosságait és erősségeit is felismerni, amivel később egy sokkal jobb, egymást kiegészítő csapatot alkothatnak majd. Ezen felül megoldást talált ez a sötét kardos problémakör is, amit már nagyon sokan hiányoltatok, hogy miért nem foglalkozik vele a sorozat, és habár egy kicsit talán túl hirtelen és szerintem nem teljesen megfelelő módon lett ez a kérdés kezelve, igazából ezt a problémát is hátrahathatjuk, és most már foglalkozhatunk ténylegesen a Mandalornak a visszaszerzésével, nagyon sokan kritikaként íróják fel az évadnak egyébként azt, hogy Kicsit ilyen útkeresés zajlik, vagy mint hogyha nem igazán tudná, hogy mi a fő fókusza, de én ezzel nem igazán értek egyet. Sajnos Din karakter egy kicsit a háttérbe szorult, és ebben az évadban Bókatán sokkal hangsúlyosabb, amivel nekem egyébként annyira nagy problémám nincsen, mert szeretem Bókatán karakterét, de nyilvánvalóan Din miatt kezdtük el nézni ezt a sorozatot, és az azért elég éles váltás az első két évadhoz képest. Viszont azóta ugye sokkal jobban kinyílt a történet, egy sokkal nagyobb és sokkal szintű storyt próbál elmesélni, mint ami ennek az első évadban indult az egész. Szóval ez is szerintem menne van ebben a dologban, ami megint csak egy szubjektív dolog, hogy ki hogyan ítéli meg. Nekem nem feltétlenül van vele problémám egyébként. Én nem igazán érzem visszalépésnek ezt az évadot az előző kettőhöz képest. Habár nyilván kameók tekintetében kevesebbet kaptunk ebben az évadban, de maga a történet az szerintem teljesen rendben van. Nagyon erősen egy ilyen alapozás na érződik az egész a későbbi dolgokra, de hát végül is ilyen történetekre is szükség van, és nagyon sok kérdésre így is választ kapunk, és még mindig hátra van kettő epizód, ami hogyha hasonló színvonalat képvisel, mint ez az egyébként megint csak mondom szerintem rendkívül szórakoztató epizód, akkor nyilvánvalóan én is több, meg esetleg élesebb kritikát fogok megfogalmazni az évaddal kapcsolatosan, mint hogy történt ez egyébként a Bad Batch második évadával kapcsolatban is, amit mindig védtem a különböző epizódok során, aztán a finálénak a kicsit ilyen hiányérzete után ott is már egy kicsit erősebb kritikát fogalmaztam meg vele kapcsolatban, hogyha a maradék két epizód nem igazán tud valami maradandót letenni az asztalra, akkor én is nagyobb kritikával fogok állni ehhez az évadhoz, eddig viszont szerintem teljesen benne van a pakliban az, hogy az utolsó két epizódban egy igazán releváns és ütős finálét és történetet kapjunk, szóval én azért még nem írnám le ezt az egészet, az eddigi részek közül nekem speciál igazából mindegyik tetszett, talán a negyedik volt egy icipici gyengébb, de azon kívül a többi szerintem teljesen rendben van és hozza a mandótól elvárt színvonalat. Ez a rész pedig a könnyedségével, lazaságával, kicsit ilyen humorosabb felütésével pedig egy nyilvánvalóan megosztó rész lesz, hiszen nagyon sokan nem igazán tudják ezt a fajta mentalitást, vagy ezt a fajta feelinget hova tenni. Ez tipikusan egy olyan fajta felütés, ami az emberek egyik részének nagyon tetszik, a más részének pedig nagyon nem. Én speciál nagyon szeretem az ilyen mindfuck dolgokat, ezért is nagyon szeretem Tajka Vajtitinek a munkásságát például, és egy picit néhol ez a rész is az ő munkájára emlékeztetett. Nálam ez egy pozitívumnak számít, de megértem, hogyha másnál nem, vagy hogy ez éppen egy negatívum, hogyha valami tajkára emlékeztet, szóval ez egy ilyen dolog, ez igazából teljesen szubjektív, hogy ezt ki hogyan ítéli meg. Szerintem ez egy tök szórakoztató mókás rész volt, ami azért a történeted és a karaktereket is vitte előrébb, és hát fontos dolgokat, kérdésköröket mozdított előre, ami még visszatérhet a későbbiekben, de ezt meg ugye természetesen majd meglátjuk. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy like vagy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek volna meg. Ezen felül kövessetek Facebookon, Instán és TikTokon, illetve csatlakozzatok a csatorna Discord szerveréhez, hogy nem maradjatok le semmilyen érdekes újdonságról. Ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, akkor a szuperköszönettel, illetve a csatorna tagsággal csupán havi 400 forintért ezt is megteltitek. Sziasztok, az erő legyen veletek!